No, hát sziasztok srácok, és üdvözlök mindenkit az Ancient Animals Hungry csatornán. Én Zsombi vagyok, és ebben a videóban folytatni fogjuk a magyarországi ősállatok sorozatot, és nem ezt a hónapot, hanem ezt tudjátok, az a sorozat, aminek a legutóbbi részében azt mondtam, hogy valószínűleg nem lesz több, de mivel találtam annyi magyar ősállatot, amennyit szerintem érdemes bemutatni egy videóban, szóval nem egy, nem kettő, nem három, hanem kicsivel több, nem sokkal, de ez a lényeg, hogy megvan a adott mennyiség ősállat, ezért úgy gondoltam, hogy elkészítem a hatodik részt, és nagy valószínűséggel nem lesz következő rész, de legutóbb is ezt mondtam, szóval, hogyha esetleg ti is tudtok még egyéb ősállatot, azt majd nyugodtan írjátok a kommentben, ami nem szerepelt még ebben a videósorozatban. Viszont nem is húznám tovább az időt, kezdjük is el. A listán szereplő első állat az Allodaposuchus, mely a késő kréta időszakban 83-tól 66 millió évvel ezelőtt élt krokodilomorfa. Európában találták meg a maradványait, azon belül Romániából, Spanyolországból, Franciaországból és Magyarországból ismerjük. Számos iharkútról származó koponya és alsó állkapott csontelem egy közepes méretű krokodilféléhez tartozik, melyről a legtöbb kutató úgy tartja, hogy rendszertanilag az aligátorok, a valódi krokodilok és a goviállok közös ősihez állhatott közel. Az Allodaposuchus egy specializálatlan ős krokodil volt, mely felületesen egy mai aligátorra vagy kajmára emlékeztetett. Az Allodaposuchusok endemikusak voltak Európában, és valószínűleg közeli rokonai voltak az iharkutaszukusznak is. A koponyájuk morfológiája alapján vízi életmódot folytattak, és mindenevők lehettek, de főleg hússal táplálkoztak, megint csak hasonlóan a mai aligátorokhoz. Az Allodaposuchusoknak fontos szerepük van a mai krokodilfélék kialakulásának megértésében, ezért az iharkúti leletek kiemelkedő jelentőségűek. Sajnos az iharkúti maradványok egyelőre túl töredékesek ahhoz, hogy pontosan megállapítsuk, hogy ez a faj milyen rokoni viszonyban áll a Romániából, Franciaországból és Spanyolországból leért hasonló fajokkal. Érdekes módon az iharkúti Allodaposuchus lényegében kisebb méretű volt rokonainál, ami vagy a szigethatás következménye, vagy pedig a nagyobb testméret csak később fejlődött ki a rokonfajoknál. Az iharkúti lelőhely gyíkjai között meglehetősen ritka az új nemzetségként és fajként leírt Chromatogenis tilicoides. A nem nevét a legépebb példány egy jobb álcsont tiritarka megőrződési állapota miatt kapta, míg a fajnév arra utal, hogy az állat fokozata és feltételezett táplálkozása hasonló a ma is élő tilicoa nevű gyíkokéhoz. Az állat a késő kréta időszakban élt körülbelül 85 millió évvel ezelőtt Magyarország területén. A példányon több csoport, például a vakongyíkfélék, a dobzos farkúgyíkfélék és a mára kihalt kontogenidei családok jellegei megfigyelhetők, így kevert bélyegei miatt nem sorolható be ezek közül egyik csoportba sem. Nem zárható ki az sem, hogy egy korábban ismeretlen csoporthoz tartozik, de ezt csak további és részletesebb leletek előkerülésével lehet tisztázni. A Chromatogenis egyik érdekessége, hogy fogazatának vizsgálata során bebizonyosodott, hogy az állat részben durofák fogazatú, azaz kemény táplálékot fogyasztott, így fő táplálékai közé tartozhattak a puhatestűek, rovarok, tojások, de akár magvokat és gyümölcsöket is evett. A következő állat az Anapithecus, a főemlősök Pliopithecidae családjába tartozó kihalt nemzetség. Az Anapithecus a késő miocén korszakban mintegy 10 millió évvel ezelőtt élt Európában, azon belül Magyarországon és Ausztriában. Az Anapithecus nagyjából 10 kg-ot nyomott, körülbelül akkora volt, mint egy kifejlett gibbon. A többi Pliopithecoidhoz hasonlóan az Anapithecusnak is viszonylag rövid arca, széles pályája, kiálló peremmel, alacsony arccsontja és gömb alakú koponyája volt. Észak-kelet Magyarországon található Rudabánya lelőhelye, ahol az Anapithecus kövületek többségét felezték fel. A késő miocén idején Rudabánya nedves szubtrópusi erdős mocsár volt. Az Anapithecus a Rudapithecusszal is osztozott a területén. Noha az Anapithecus megnyúlt és tarajos őrlőfogai lombevő táplálkozásra utalnak, a szigorú belemzések megállapították, hogy mind az Anapithecus, mind a Rudapithecus elsősorban gyümölcsevő volt. Az Anapithecus valószínűleg levelekkel egészítette ki étrendjét, míg a Rudapithecus valószínűleg makéjas terméseket fogyasztott a gyümölcsök mellett. A
A soron következő egy még el nem nevezett, vagy még teljesen be nem határolt, csak villányi Eusauropterygia hüllő néven ismert állat. A villányi Somogy-hegység feltárt, középső triászkorú templomhegyi dolomit tagozat, sekélytengeri környezetben lerakódott kőzetrétekből származó, gerinces maradványok kerültek elő az elmúlt évek ásatásai során. A leletanyag jelentős részét képezik az Eusauropterygiákhoz sorolható vízi életmódhoz alkalmazkodott hüllők, melyek a triás sekélytengeri élővilágának egyik legjelentősebb és legváltozatosabb csoportját alkották. A villányi leletanyagon belül az ezekkel a hüllőkkel kapcsolatos legújabb ismereteink Segesdi Martin és Ősi Attila kutatásaihoz kötődnek. A villányi csontok döntő többsége izolált, azaz különálló, eddig csupán egyetlen részleges csontvász került elő, mely egy kisméretű, közelebbről nem meghatározható Eusauropterygia vízi hüllő maradványa. A lelőhelyről ismert töredékes koponyák és állkapocs maradványok alapján azonban bizonyított a Notosaurida család jelenléte. Továbbá több különleges, megnyúlt, tövis nyúlványú csigoly alapján ismerjük a Notosaurus nemzetségi maradványait is, mely leletek a legnagyobb hasonlóságot a Notosaurus mirabilis fajjal mutatják. Egyéb bonyolultabb anatómiájú csigolyák és más töredékes leletek alapján azonban tudjuk, hogy a Simosauridae család képviselői is előfordultak ezen a területen, ezek a csontok leginkább a Simosaurus gaillardoti fajhoz hasonlítanak. A maradványok alapján valószínű, hogy több különböző kifejlett testméretű, 1 méterestől egészen a 3-4 méteresig és különböző táplálkozású, főleg halevésre specializálódott, illetve sokféle táplálékot elfogyasztó Eusauropterygia tengeri hüllő élt az egykori villányi hegység területén a triász időszak során. A fauna összetétele leginkább a németországi, illetve a Bihar hegységben feltárt hasonló korú lelőhelyekre emlékeztet. A listán szereplő következő faj a Distrodon, mely a késő kréta időszakban 85 millió évvel ezelőtt Magyarországon élt. A Distortodon rhomboideus díjkot, mint új nemet és fajt írták le a magyar paleontológusok 2013-ban. Mindössze 3 állkapocs töredék alapján ismert az iharkúti lelőhelyről. A Bicuspidonnal közeli rokon, tehát azzal együtt a Polyglyphanodontinae alcsaládba tartozik. Legjellegzetesebb fogai a Bicuspidonnal hasonló 2 kúpot viselnek, azonban ezeken a külső kúp és a belső kúp egymáshoz képest vízszintesen eltolva helyezkedik el. Ennek köszönhetően a fogak felszíne torz, rombusz alakú, a nemzetség és a faj erről kapta a nevét, a Distortodon latinul deformált fogat jelent, míg a Rhomboideus a rombusz alakú körvonalra utal. A Distortodon mind méretében, mind táplálékát tekintve hasonló lehetett az iharkúti Bicuspidonhoz, viszont annál jóval ritkábban fordulhatott elő a területen. A következő állat az előbb is említett Bicuspidon, mely a késő kréta időszakban 85 millió évvel ezelőtt élt Észak-Amerikában és Európában. A Bicuspidon afhatzegiensis a leggyakoribb gyík az iharkúti lelőhelyen, több tucat állkapocs és felső állcsont alapján ismert. Mint neve is utalja, az Erdélyből, a Hátszegi medencéből leért Bicuspidon hátszegiensishez hasonló. Magát a Bicuspidon nevet azonban először az USA-ból írták le, az ottani Bicuspidon numerosus nevét a nagyszámú 2 púpot viselő foga alapján kapta. Az erdélyi Bicuspidon hátszegiensis fogsorának végén az amerikai fajjal szemben egy nagy, 1 púpú fog is látható a 2 púpú fogak mögött. Az iharkúti Bicuspidon azonban látszólag mindkettőtől különbözik, ugyanis még egy kisméretű, 1 kúpú fog is látható az előtte lévő nagy mögött. Mivel a példányok töredékessége miatt az erdélyi Bicuspidon fogsorának hátsó vége nem ismert, lehetséges, hogy annak is volt ilyen kisméretű utolsó foga. Emiatt nem zárható ki sem az, hogy mindkét lelőhelyen ugyanaz a faj élt, sem pedig az, hogy az iharkúti példányok új fajt képviselnek. A kutatócsoport az utóbbit valószínűsíti, és ezt a nevezéktani szabályoknak megfelelően a fajnév előtti af, azaz affinis, latin szóval jelezték, ennek jelentése ahhoz hasonló. A kérdés csak újabb erdélyi leletek segítségével lehet majd egyértelműen eldönteni. Az iharkútról előkerült Bicuspidon minden esetre a nem második előfordulását jelenti Európán belül.
A hazai bikuszpidon és a többi iharkúti gyík észak-amerikai rokonsága megerősíti a korábbi feltételezéseket, miszerint több ősföldrajzi kapcsolat is volt a Nyugat-Tétis szigetcsoport és Észak-Amerika között a késő kréta időszak során. A videó végére egy különlegességet hoztam nektek, ugyanis itt egy még le nem írt, vagy még be nem sorolt bazális titanosauria, sauropoda a listán szereplő utolsó állat, mely akár a Magyarosaurus legprimitívebb faja is lehet, de akár egy új nemzetséget is képviselhet. Az európai késő krétából gyűjtött leletek alapján feltételezhető volt egy körülbelül 22 millió évnyi úgynevezett sauropoda hiátus, ami annyit jelent, hogy az európai lelőhelyek közül a középső szenomani korszaktól a késő campani korszakig, tehát körülbelül 96 millió évvel ezelőttől 74 millió évvel ezelőttig nem került elő sauropoda dinoszauruszok csoportjához tartozó fosszilis maradványok. Ebből arra következtettek a kutatók, hogy ebben az időszakban kihaltak az egykori európai szigetvilágból, és mely csak később hódították meg ismét a területet. Ez az elmélet akkor kezdett el megdőlni, amikor Olaszország és Horvátország bizonyos területeiről előkerültek ilyen állatokhoz kötődő lábnyomok az említett időszakból. Viszont ezek a lábnyomok önmagukban nem voltak döntő bizonyítékok, mert akár egy vándorlási eseményhez is tartozhattak, így az egyetlen ősi tulajdonságot magán viselő sauropoda fogak, amelyek az iharkúti lelőhelyről kerültek elő, nagy jelentőséggel bírnak. Amellett, hogy ez az első testfosszília a sauropoda hiátusból, ezekről az állatokról az említett lábnyomokkal együtt segíthetnek megérteni ennek az egykor jelentős csoportnak az európai viszonyait is. Nos hát srácok, ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy érdekesnek találtátok, és hogy tudtatok meg többet ezekről az állatokról, a magyar ősvilágról és magáról a paleontológiáról is. És még egyszer elmondom, hogyha tudtok olyan magyar ősállatokat, amik nem szerepeltek ebben a videósorozatban, fontos kijelenteni, hogy nem csak ebben a videóban, az előző még 5 részben is, akkor azt nyugodtan írjátok le kommentben, mert akkor lehet, hogyha megint összegyűl ennyi adat, akkor lesz abból is egy ilyen videó. Ha tetszett és még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel és dobjatok egy lájkot, valamint nyomjátok meg a csengőt, hogy ne maradjatok le az újdonságokról. Találkozunk a következő hasonló vagy más jellegű őslényes videóban, addig is. Csősztök!